Izgatott vagyok én is, és izgatottak vagytok ti is. Ebben biztos vagyok, ugyanis megérkezett az 1.18-as update, és íme a vadonatúj hegyek, amik a világban innentől alapból maguktól generálódni fognak. És akkor a barlangokat még nem is láttátok, na de ne ugorjunk annyira előre, jöjjön az intro! Nos hát hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy csodálatos túlélő részben. Imáron ez itt a 22. epizód. A címből és minden egyébből bizony kitalálhattátok már, hogy mégis mit fogunk a mai nap csinálni. El fogunk látogatni a vadonatúj 1.18-as hegyekhez, mégpedig majd a Netherön keresztül. Viszont előtte még van egy-két elintézni valóm. Rögtön elsőként itt van az, hogy anyagot kell gyűjtenem, pontosabban Nether téglát, ugyanis a mai nap szeretném egy kicsit kibővíteni majd a felfedezéseink után ezt a részt, és hát jó lenne a másik oldalra is ugyanazt majd tükrözni, amit ide fogunk építeni. Elsősorban oldalra akarom majd bővíteni a platformot, ahhoz, hogy hátrafelé is tudjuk majd terjeszkedni, ahhoz még kell szedni követ a közeljövőben, de most az lesz fontos, ami itt fog állni mögötte, valamint itt előtte ennek az épületnek, amit szintén úgy be kell fejezni. Ezt imádom nagyon az ilyen megaépítményekben, hogy mindig van rajtuk mit fejleszteni, főleg akkor, hogyha túlélőben készíti az ember. Na de akkor vágjunk is bele a mai projektekbe. Először is itt az ideje magamhoz vennem egy csomó rakétát, ugyanis erre szükség lesz. Míg őt elmennénk felfedezni, azelőtt el kell mennem az Endbe. És hogy miért kell elmenni az Endbe? Nos, ezt biztosan tudtátok, főleg, hogyha már régóta követitek a sorozatot, hogy egyszer sajnos meghaltam, és beleesett a lávába az elitrám, ezért már csak kettő van, de ahhoz, hogy 1.18-as hegyeket tudjuk ma felfedezni, ahhoz el kell mennem még elitrát szedni. Ameddig össze-vissza járkálok a világban és próbálok leencsántolni magamnak egy vadi új íjat, addig engedjétek meg nekem, hogy jöjjön az epizódnak a kérdése. Ez az egyik kedvenc részem a videóban, ugyanis itt tök jó, hogy egy kicsit így, nem tudom, jobban megismerjük egymást. Na de srácok, ti mit találtatok 1.18-ban, vagy mire számítotok, hogy találtok majd 1.18-ban a bázis? Bázisotok alatt. Ugyanis igen, simán lehet, hogy nem tudtátok, de a bázisotok alatt nulla koordinátánál teljesen új dolgokat találhattok, majd teljesen új dolgokat fedezhettek fel. Szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas, és eltört az Anvil. Szóval, ti mit találtatok, vagy mire számítotok, hogy mit fogtok találni? Lehetnek ott láskívek, különböző hatalmas nagy barlangok, lehet ott egy tó, egy új lávató, deep dark, stb. Mindenképpen írjátok meg kommentben, én is nagyon-nagyon várom már, hogy megnézzük, hogy mi van a bázis alatt. November 30-án jött ki az 1.18-as frissítés, eltelt már 4-5 nap, úgyhogy remélem, hogy mindenki tudta ez alatt csekkolni. Na de irány az End. Először is vissza akarom jutatni az End Kalibúrt, ugyanis ez nálam maradt az utolsó alkalommal, amikor itt jártam, utána pedig el akarok menni elitrát szedni. Az egy eléggé bonyolult feladat lesz, ugyanis szerintem már szinte mindent kifosztottunk a környéken, de meglátjuk, hogy mit tehetek. Így szépen legugolunk, és ide bekúszunk, szuper, akkor most pedig, hát merre menjek? Én úgy gondolom, hogy talán arra felé még nem voltam, úgyhogy elnézek arra. Én jó tanácsnak tartom, ezért megosztom veletek is. Amikor az Endben jártok, mindenképpen vegyétek fel a látótávotokat, akkor is, hogyha a gépetek egy kicsikét kevésbé bírja. Ugyanis nagyon egyszerűen kiszúrhatók így az End City-k, és nem kell túlságosan sokat barangolni, mire megtaláljátok az elsőt. Látjátok? Ott is van egy. Hello! Itt nincsen elitra, ugyanis nincsen hajó sem, de azért feljöttem, hiszen itt eléggé értékes kincsekre lelhetünk, hogyha ügyesek vagyunk. Ó igen, a beetroot mag, a legértékesebb, soha ki nem hagynám. Na merre menjünk tovább? Előttünk áll az egész végtelen End, menjünk mondjuk arra felé. De jó ég, mennyi ilyen picike lapos sziget van erre felé, remélem, hogy nem közeledek a Voidhoz, ott szoktak ilyenek lenni. Ó, ott van még egy, de sajnos az is picike. Lehet, hogy nem vesztegetném az időmet egy olyan icike-picike kis tornyocskára. Nem tudom, lehet, hogy benézek. Ó nem, ahogyan nézem, ezt már kifosztottuk, tehát akkor erre jártunk. Ott van egy ilyen gateway, szóval simán lehet. Simán lehet, hogy itt már voltunk. Egyébként ti hogy mondjátok? Gateway vagy getaway? Tulajdonképpen nem tudom, szerintem mind a kettő helyes. Viszont itt van egy hajó. Na most már csak az a kérdés, hogy kifosztottuk-e ezt a részt. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem. Ott a sárkány fej, szóval nem valószínű, azt mindig elhozom, mert különben rám kiabáltok, hogy hozzam el,
De ott egy elitra, nagyon-nagyon szuper, nagyon-nagyon szuper. Lehet, hogy egy-két Shulkert is megölök, ugyanis például a terraformáláshoz, ami a mocsárnak az átalakításához kell majd, na hát oda szükségem lenne még egy-két extra ilyenre. Ó, és mennyi gyémánt, nagyon szuper. Benézzünk ide is ebbe a nagy terembe. Hello, hello, igen, igen, látom, nagyon mérgesek vagytok. Csoda, hogy ezt nem fedeztük fel, hiszen nézzétek csak, itt van egy olyan hely, ahol én magam építettem át, tehát feltételezhetően akkor, amikor még nem volt elitrám. És itt volt egy elitrás. És ott hagytam a sárkány fejet! Ne kiabáljatok! Megyek! Egyébként ennek a megszerzésének a legegyszerűbb módja az az, hogyha ideálltok, rárakjátok a vizet, és felszeditek. Ez az, meg is van. Ez a legjobb állarc a világon. Oké, itt van még egy ilyen kapu, nagyon szuper, még jó, hogy így fellövelt ez a nagy fény, így legalább látom. Remek, akkor itt jegyzünk egy koordinátát, hogy nagyjából hol vagyunk. Ó, és egy icike-picikét tovább repültem, és íme itt egy hajó. Na hát, akkor ez még egy elitrát jelent, ugyanis itt sem voltunk, mert itt is itt van a sárkányfej, amit most semmiképpen nem hagyok itt. Jéj, ez is megvan, szuper! Hello, jöttem a szárnyaimért, és mindegyik az enyém. Az összes loot. Hogyha egyetlen dolog van, amit nem szeretek a barátokkal való játékban, akkor az az, hogy meg kell osztozni a looton. Mert bizony úgy igazságos, de attól még fáj a papagáj szívemnek. Most viszont nyomás haza. Tudom jó, hogy sokatoknak ez most fájni fog, de higgyétek el nekem, megéri most mendinget tenni erre az íra. Ugyanis azonnal elmagyarázom, hogy miért. Itt van nekünk a már majdnem teljesen elfededett csontváz XP farm, ahol tele vagyok nyilakkal. Tehát nem kell azon aggódnom, hogy esetleg ez majd elfogy. A másik pedig ennek az íjnak az állapota. Nézzetek rá, konkrétan csak néhány raidhez használtam és teljesen eltörött, hiába van rajta Unbreaking 3, úgyhogy ez sajnos már nem használható. Be kell daráljam és többet nem szeretném elpazarolni a Power 5-ös íjamat, ugyanis nincsen még Power 5-ös falusim. Ezt a kettőt is csoda, hogy megtaláltam, azt hiszem, hogy a Strongholdban. Viszont ami most kelleni fog nekem, az nem más, mint 2 darab Mending, valamint 2 darab Unbreaking 3-as. És akkor most ezekre az elitrákra szépen ráteszem a mendinget, így ez itt a mending, és utána pedig az Unbreaking 3-at. Szuper, így sok-sok szinttel kevesebb van, de legalább elitrából 2-vel több. Most, hogy lepakoltam mindent, amit az endből szereztünk, itt az ideje elmenni a Netherbe. Most mi van? Hát mondtam én az elején, hogy ez egy járkálós epizód lesz. Hát hello Nether, jó öreg Nether, te jó ég. Nem másra van szükségem, mint jó öreg Nether téglára, és bizony ezt leginkább itt lehet megtalálni. Még mielőtt a szorgos ujjaitok gyorsan és fürgén nekiállnának dühösen gépelni, hogy bad perk, ki. Igazából a netherekből is lehet csinálni tökéletesen téglát, és ez nagyon-nagyon szuper, és nem kell lejönnöd egy veszélyes helyre. Nagyon-nagyon sok nyersanyagot elfogyaszt, vagy szenet, vagy pedig lávát, és emellett rengeteg idő. Nem nagyon szeretek afkolni akkor, amikor nem muszáj ebben a világban, szóval sokkal egyszerűbbnek tartom azt, hogyha ahogy te jó, itt közben pedig megölnek így. Nem. Tehát, ó! Na hát, csak nem ez a szerencsenapom. Hello! Ez az első ilyen a világban. Tehát befejezve a mondatot, amit Bunkon félbeszakította ez a csontváz, bár annyira nem haragszom érte a koponyája miatt, igen, nem fogom kiszedni. Sokkal-sokkal egyszerűbb, könnyebb és kevésbé időigényes innen kiszedni. Viszont gyere, akkor már kivasallak téged is, hát ha te is odaadod a fejedet, amit nem tettél meg sajnos, de nem baj, nem haragszunk. Ez egy jó kis meló lesz, de mindenképpen tartsatok velem. Ameddig viszont ezt a monoton feladatot látjuk el, addig engedjétek meg nekem, hogy felolvassak néhány kommentet az előző epizód alól, mint mindig. Nos, Mátyás azt írta, hogy szia Pörki, az én kedvenc biomom a havastajga. Ennek annyi az oka, hogy Bedrock Editionben, hogyha esik a hó, akkor a fák levelei egyre havasabbak lesznek. Ez egyébként nagyon-nagyon tetszik, valamint megkérdezte tőlem Mátyás, hogy nekem mi a kedvencem a Bedrock Editionben, és én erre azt tudom neked mondani, hogy mindenképpen a kidőlt fák, ugyanis Bedrock Editionben vannak random az erdőben kinőtt fák, amik be vannak nőve indával, valamint néha barna gombával. Ezt nagyon-nagyon szeretem, emellett pedig a színes üst is egy nagyon király dolog, ugye a folyadék színes benne, hogyha potionöket teszel bele. Szerintem ez tök szuper.
Egy másik ilyen komment, amit szeretnék beolvasni, az Erzsébet Székelytől érkezett. Annyit írt nekem, hogy néhány napja talált rám, és gyorsan ledarálta a sorozatot. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. És azt mondta még, hogy eddig megunta a Minecraft videókat, viszont újra megszerettettem vele a játékot, aminek szintén nagyon-nagyon örülök, és bárki így van, örülök neki, hogy segíthettem nektek. Igazából abban, hogy visszatérhetek ehhez a remek kreatív játékhoz. És persze még azt is írta, hogy a diploma munkájával kellene törődnie, de nem baj, a kikapcsolódás egyébként Erzsébet sosem árt, nekem is azzal kellene foglalkoznom, de mégis itt vagyok. Köszönöm szépen még egyszer a kommentet, király vagy. Valamint az epizódnak a végén is szeretnék még felolvasni egy-két kommentet, amit kigyűjtöttem, szóval ne menjetek sehová. Szerintem már sikerült éppen elegendő, nem lősz meg, éppen elegendő nether téglát gyűjtenünk, szóval még itt maradok egy icipicit, szeretnék még egy pár darab csontvázzal találkozni, vidör csontvázzal, hogy hát ha esetleg dobnak ki fejet, nem lenne rossz elkezdeni őket szépen lassan összegyűjtögetni, ugyanis a sorozatnak a végére három darab vidörrel szeretnénk megküzdeni, hát vagy a föld alatt, vagy egy nagy barlangban az új barlangok közül, vagy az end portál alá beszorítani, nem tudom, de három darab beaconre lesz szükségem, három darab jelzőfényre majd a díszítéshez. Néha elrepülök egy kicsit messzebb, hogy újra töltsenek a chunkok és eltűnjenek a mobok, ugyanis azok eléggé megakadályozzák a többi mobnak a spawnolását, de lássuk, hogy sikerül-e kicsikarni néhány Wither Skeletont. Halál rád, pokol Luffy! Hát sajnos nem jártam sikerrel, nem sikerült, nem jött több, úgyhogy ideje visszamenni. Átkelni a portálon, és végül lepakolni a lepakolandót az erre kijelölt chestbe. Ezt pedig addig kiteszem ide díszítésnek, ameddig nem használjuk, nagyon tetszik. Viszont srácok, illetve lányok, kicsik és nagyok, itt az ideje megkeresni az első 1.18-as hegyünket, valamint barlangjainkat. Igen, mindenki erre a pillanatra várt nagyjából már egy éve, lehet, hogy egy kicsit több is, amióta bejelentette a Mojang ezt a frissítést. Sajnos ugye ketté szedték, és hát igen, ami viszont nem került bele, és erre szeretnének titeket most gyorsan figyelmeztetni, az a Warden. Tehát azzal nem fog tudni megküzdeni, ugyanis ő majd 1.19-ben, a Vadon update-ben, a Wild update-ben érkezik majd, úgyhogy így van. Na de akkor, menjünk! Teljesen jogosan, valószínűleg felmerül bennetek az a kérdés, hogy mégis hogyan tervezek olyan messzire menni, hogy találjak új hegyeket, valamint barlangokat. Nos, hadd válaszoljak nektek nagyon gyorsan. A Netherön keresztül. Mint játékosok egészen biztos vagyok abban, hogy tudjátok, hogy a sima világban 8 darab blokk az valójában itt a Netherben 1. Ami azt jelenti, hogy ha itt megyünk el nagyon messzire, ebbe az irányba, akkor nagyon hamar egy olyan területre fogunk érni, ahol a másik világban még nem jártunk. Oké, szerintem, hogyha itt leszállok és elmegyek így erre felé, akkor meglesz az az új hegy. Igen, itt muszáj egy picit átásnom ezen a nagy kitüremkedésen, a plafonról lóg lefelé, és sajnos leér a földig, tehát nem tudom még csak megkerülni sem, vagy alá menni, de nem baj. Ez az, na végre! Most akkor szépen ideje ezeket innen kidobálni, nem kell ennyi. Lehet, hogy azt is megkérdőjelezitek, hogy miért éppen erre megyek, miért éppen ezt az utat választottam. Ennek nagyon-nagyon egyszerű az oka. A sima világban még nem fedeztünk fel arra felé, ahol a bázisunktól a spawn van. Ami ugye azt fogja eredményezni, hogy nem kell túlságosan messzire mennem, hogy találjak olyan területeket, amiket még nem fedeztünk fel. Milyen hatalmas nagy nyitott terek vannak itt, ez nagyon-nagyon tetszik. Na de tudom, most ne erre fókuszáljak, hanem végezzem a dolgomat, viszont wow! Itt találtam kettő ilyen piglimbástját konkrétan egymás mellett. Na most egyelőre nem megyek be felfedezni, hiszen még egyszer nem erre szeretnék fókuszálni, viszont lesz egy olyan epizód, ahol ilyeneket fogunk majd felkutatni. Hamarosan. Eléggé hamarosan. És itt van még egy óriási. Nagyon-nagyon tetszik ennek a kialakítása. Nem tudom, hogy láttatok-e már hasonlót. Nagyon király. Na de rendben van. Úgy érzem, hogy ha ide leszállok, akkor biztonságban leszek, hogyha lelövöm azt a pokol Luffyt. Ez az. Bum 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 b
És akkor most egy elég nagy vágás után itt vagyok ismételten, ugyanis hát elfelejtettem obszidiánt hozni. Nem baj, nem baj, tökéletes. Így szépen 2-3, és akkor így 2-3, nagyon jó. Egy ilyennel begyújtjuk, és megvagyunk. Mentek egy koordinátákat mindenképpen, és akkor már ugorhatunk is át a másik világba. Na nézzük, hogy hova dob minket, remélem egy hegytetőre. Oh yeah, oké, kaptunk egy achievementet, és hát nem egy hegytetőn vagyunk, de nem baj. Egy gyors alvást követően itt is vagyok. Hello, jeges maci! Innentől kell nagyon óvatosnak lennem, ugyanis kiütöttem az ágyamat, hogy ha meghalok, akkor sok-sok ezer blokkra hagyom az utcaimat az otthonomtól. Igen, pontosan 17 000-re vagyok nagyjából, ugye 16 400-ra ebben a koordinátában és 1000-re a másikban. Akkor ezt itt szépen le is fotozzuk, hogy tudjam, hogy ez pontosan hol van, és akkor már mehetünk is. És megtaláltuk az első barlangunkat, ugye az első újfajta generálós barlangunkat. Érdekes ez a hegyoldal, pontosabban igazából ez egy ilyen partmenti sziklafa, hiszen itt egy teljesen befagyott óceán van, hogyha ide lenézek, akkor már látok is lávát. Na most annyi, hogy hát ez nem a legsatisfyingabb, nem a legszebb barlang, szóval ide nem megyek le, fogok keresni egy ennél szebbet, viszont ezt már meg tudom nektek mutatni, hogy ez is az új generálása ...nak a részeként van itt velünk a játékban. Az ekkora jégtáblák azok így normálisak, vagy ez valami újdonság? Oké, találtam egy dombot. Egy dombot, ami már ugye szintén az új generálásnak köszönhető. Nagyon-nagyon érdekesen néz ki. És eléggé magas. Ez így egy maga is. Nézzük csak milyen magas pontosan. 150 blokk. Wow. És itt végig fut egy ilyen, hát kevésbé havas tej. És akkor itt van az új barlang. Az egyik új barlang. Ami most úgy látszik, hogy berepülünk. Yes. Ez egy lush cave. De jó ég. El sem hiszem, hogy itt vagyunk. Oké, egyből támadnak ránk a szörnyek, de ez így is tökéletes. Ezt nézzétek meg. Au! Egy jó hír azoknak, akik szeretnek terrakottával építeni, de sosem találnak mészát. Nos, hát itt az agyagból egészen biztosan nem fogtok kifogyni. Ezt nézzétek meg. Oké, egy kicsikét lejjebb merészkedek, de nem nagyon, ugyanis látom, hogy nem megy be annyira ez oda oldalra. Viszont lefelé azt a mindenit. Na jó, nézzünk le oda. Ezektől a fekete blokkoktól nem látom pontosan, hogy hol kezdődik a blokk, és hogy melyik a sötétség, viszont itt vagyunk hivatalosan is, mínusz koordinátán, mínusz 41-en. Innentől mínusz 64 lesz egyébként a legalacsonyabb szint, amire bemerészkedhettek. Ez itt már nem más, mint a Deep Dark, és itt találtam is gyémántot, szerintem ezt gyorsan ki is szedem szilktáccsal, és majd akkor otthon elintézzük ezeket a dolgokat. Nézzünk még körbe egy picit. Oké, ez még lejjebb megy. Te jó ég. Hello. Hello, creeper. Nope. Tufa. Ez az. Abban majd úgy is fog kelleni egy csomó. Te jó ég, mennyi van itt. Most nem fogom elkezdeni kiszedni szerintem, de nézzük, ez itt a barlangnak a legalacsonyabb koordinátája. Mínusz 53-on vagyok. Valamint, srácok, még egyszer szeretném gyorsan elmondani. Nincs fordon. 1.19-től jön. Tudom, hogy ettől függetlenül, hogy ezt elmondom, csomó kommentet fogok kapni, mert az emberek nem szeretik végignézni a videókat, de yep, igen, Warden nincs. Egy jó tanács már most mindenkinek. Hát mindenképpen tegyetek le fákját, ugyanis fákja nélkül nem találtam volna ide vissza az eredeti helyünkre, úgyhogy óvatosan ezekben az új csodás barlangokban. És ne felejtsétek el, hogy mostantól csak nullás fény szinten fognak a mobok spónolni, tehát nem hetesen. Ahol egy icipici fény van, oda már nem fognak jönni a mobok, sem a creeperök. Én ennek személy szerint nagyon-nagyon örülök. Nope. Hú, hát egy valamit elfelejtettem, hogy benne van ebben az update-ben, és majdnem belehaltam. A havasabb hó. Keresünk gyorsan pár tehenet, és akkor utána megmutatom, hogy pontosan mire is gondoltam. Lehet, hogy elsőre fel sem tűnik, srácok, hogy mégis mi lehet a különbség e között, meg a között a hó között, ami úgy ott elterül a fákon. Nem annyira nagy a változás. Legalábbis a textúrája nem más. Hogy miért vagyok a felszínen? Nos, azért, mert van rajtam bőrcipő. Na de hogyha én ezt leveszem, akkor ebbe belesüljetek, és látjátok, hogy egyre csak közeledik a kamera. Szépen lassan megfagyok. Nagyon-nagyon hideg van, elkezdek remegni, és bizony, sebződni is, emellett,
És hogyha nem vagytok túl óvatosak, akkor bizony ez történik veletek. Lesüllyedtek ebbe a hóba, és bizony innen nagyon-nagyon nehéz kijutni. Szóval mindig legyen nálatok bőrcipő, hogyha esetleg nincsen, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyen nálatok egy ásó, amivel gyorsan kiáshatjátok magatokat ebből a kellemetlen jéghideg hűvös szituációból. Na hát milyen sok érdekességet tanulunk ma. Nagyon jó, nagyon jó. Imádom ezt az effektet, hogyan közelít a kamera, és egyszer csak elkezdek megfogyni. Nagyon király. Viszont épp itt az ideje folytatni a barangolásainkat és találni egy igazán nagy és hatalmas hegyet. Például ez egynek nem rossz. Oké, itt már kezd eléggé fölmenni. A csúcs nagyon tetszik. Hány blokk magas ez? Ez is 150 körül van. Ó, és itt van még egy... Már tölt is befelé. Wow, ezt a völgyet nézzétek. Erre tök jól lehetne építeni, vannak ilyen kis platformok, amikre így rá lehetne tenni a házakat. Ó, ez a falu, ez a legjobb helyre spónolt, ezt figyeljétek! Nagyon jó helyet választottatok magatoknak, falusiak. Már 20 000 blokknál járok, és itt van egy ilyen magas bölcs erdő, az eléggé ritka a játékban, viszont most nem találok hegyeket. Most jelenleg nincsenek a közelben hegyek, de mindenképpen visszahívlak titeket, amint lesznek, egyelőre csak ilyen dombok vannak. Oké, gyertek, megvan! Éppen ahogyan ezt kimondtam, megtaláltam ezt a hegyet. Na várjatok, lerepülök ide, ugyanis nekem nagyon tetszik. Ó, és itt van még egy. Azt a mindenit. Oké, ez még magasabb is, mint az előző. Nézzük meg gyors, hogy kb. Milyen magas. Ez már 210 blokk, srácok, ez már 210 blokk magasan van. Nagyon-nagyon szuper. Viszont ezt nézzétek meg, imádom ahogyan havazik, de nézzétek, ott van az a Dark Oak Forest, ami felfut egészen a hegynek, hát hogy nagyjából a közepéig, és viszi magával ezt a sötét zöld füvet, és végül itt van a havastáj, és ott fent pedig ezek a sziklás, jeges hegycsúcsok. Nagyon-nagyon tetszik ez a képződmény. Észre se vettem, de itt van egy dzsungel. Ráadásul nem is akármilyen dzsungel. Nézzétek meg, ez is egy ilyen domboldalú hegytetőn van. Itt van mellette egy másik nagy hegy. Akkor itt van ez a hatalmas, amiről az előbb beszéltem. De ezt nézzétek meg, ezt a generálást. Ilyet előtte a Minecraftban soha nem láthattunk. Még véletlenül balesetből sem. És ráadásul itt van az egyik új barlangtípus, ami ugye nem lesz más, vagy hát nem is lesz, hiszen kijött már az update, ami nem más, mint ez a Dripstone Cave, azaz a cseppkő barlang. Na várjatok, itt is lejjebb merészkedek, nem maradok ott a felszínen, hiszen az érdekességek azok most a felszín alatt történnek, ráadásul nem is kevés mobbal, te jó ég. Éppen azt terveztem, hogy csinálok majd az új bázisunkra egy ilyen cseppkő farmot, viszont én úgy érzem, hogy ha találok egy ilyet, akkor semmi szükség nem lesz rá. Ezt az óriási nagy, hatalmas cseppkövet nézzétek. Nem tudom kifejezni, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora nagy, bazi nagy képződmények ezek. Óriási barlangok, ráadásul hatalmas ilyen cseppkövekkel benne. Wow, és itt egy csomó ideig el lehet elitrázni, anélkül, hogy bárminek is neki repülnék. Nagyon király. És gondoljatok bele, hogy ez itt mind a felszín alatt, a dzsungel alatt terül el, egyszerűen fantasztikus, gyönyörű és nagyon-nagyon valósághű. Mármint tudom, icike-picikét ez ilyen update elemzős rész, tehát mondtam, hogy felfedezzük az újdonságokat, viszont legyen akármilyen fantasztikus ez a hegy a dzsungellel, az első igazi masszív hegyünk, az bizony ez. Ezt nézzétek meg, hogy mennyire egy vaskos, hatalmas, ilyen csonki hegy, és így ránéz a síkságra, a végtelenségre. A túloldalán pedig, hogyha jól látom, akkor megjelent az első mikrobiomunk, amit találtunk. Na most gyorsan elmondom nektek, hogy mégis mi az a mikrobiom. Ilyen hasonló mikrobiomok, mikroklímák a valóságban is megtalálhatók. Mint látjátok, ez egy tökéletes példa arra, hiszen itt elég éles az ellentét. Van egy-egy biom a játékban, mondjuk egy hegy, és akkor azt körülveszi mondjuk egy ókerdő, ez a hatalmas ókerdő. Viszont hirtelen, tök random, beleolvad ez a kicsike, icike-picike éghajlat ebbe a hatalmas óriásiba, és egyébként ilyenből még találhatunk olyat, ami mésza, és az az egyik legértékesebb lesz, ugyanis icike-picike mésza biomok is lesznek a világban, tehát nem kell azt a hatalmasat mindig megtalálni. És közben, miközben itt repültem, megtaláltam az egyik legújabb éghajlatot a játékban, látjátok, hogy itt teljesen más a fűnek a színe. Nos, ennek a biomnak, vagy biomnek ki hogy nevezi, meadow a neve. Magyarul rétet jelent, amik a hegyeken találhatók meg. Látjátok, hogy a színe is elég hűvös, valamint leginkább nyúszik találhatók rajta, ilyen aranyos, kedves nyulacskák.
lesznek. Meg hogyha jól tudom, akkor szamarak és birkák lesznek még rajta, de nagyon tetszik, hogyha körbenéztek, akkor leginkább a sárga színek dominálnak, és itt is vannak a szamarak, valamint itt láttam, itt vannak a birkák is. Itt egy hatalmas nagy hegyvonulat, ezt nézzétek meg, tök hosszan terül el, innen kezdődik és egészen idáig ér. Na most gondoljatok bele, hogy mégis milyen hatalmas és érdekes koncepciójú dolgokat lehetne mondjuk így ide építeni, és hogyha jól láttam, akkor ennek a másik oldalán szintúgy van egy másik hegy, ami ugye két hegy közötti részt völgynek hívunk. Na ez a völgy, ez eléggé tágas, azt kell, hogy mondjam. Oda, ott át akarok repülni Elytrával, yes! Jéj! Valamint íme, itt van egy falucska is! Ez igen, ők is tudják, hogy hova kell költözni a szép kilátásért. Csak nem egy megatajga az új generálásban? Oké, na itt tudom, hogy gyönyörű szép folyók vannak. Elrepülök erre, és ezt nézzétek meg, ez egy folyó. Tehát igen, ennyit azokról a szép, de nagyon-nagyon lapos és egyszínű terrénekről, folyó biomokról. Mostantól így néznek ki. És biztos vagyok abban, hogy sokan fogjátok úgy gondolni, hogy ez túlságosan módosan néz ki, már hallottam ilyen véleményeket, és teljesen elfogadom, hogy így gondoljátok. Valóban nagyon nehéz lesz ezt megszokni a rengeteg lapos Minecraft világ után, na de hát nem már, nem mondhatjátok, hogy ez nem csodálatos, és nem egy abszolút pozitív változás, ami már kellett a játékba. Innentől fogva a terrének is sokkal hasznosabbak lesznek inspiráció szerzésre, hogyha ránézek egy-egy ilyen tájra, ezer meg ezer építmény ötlet vagy koncepció jut eszembe, szóval szerintem a kreatív embereknek nagyon jól fog majd jönni. Ó, és itt van egy sunyi láskév, szerintem az ilyeneket még javítgatni fogják, ez teljesen kint van itt a nyitott hegyoldalban, és hogyha lemegyek, akkor itt találhatok majd talán small dripleafet. Oké, nagyot azt már találtam, picit még sajnos nem. Aki nézi ezt a sorozatot az elejéről, az pontosan tudja, hogy egyetlen egy darabot nem kaptam vándorfalusiaktól június óta, ami azt jelenti, hogy fél éve, ugyanis a 12. hónapban léptünk. Én tényleg nem értem, hogy ez miért van, miért nem szeret a Minecraft, de nem baj, így most már megkaphatom. Itt vannak, ezt nézzétek meg, yes! Ahogy szirktáccsal kellett volna. Egyébként sokan azon aggódtak még, hogy rengeteg lesz a hatalmas nagy barlang és eltűnnek ezek a pici szűk terek. Na hát én most klausztrofóbiásként hadd mondjam azt nektek, hogy ki kell mennem ebből a barlangból. Hiába vagyok egy játékban, akkor is csak körbenézek és itt megyek és egyszerűen nem találom a kiutat és így Szóval ne aggódjatok a picike barlangjaitok miatt, megtalálhatóak lesznek. Oké, tehetünk úgy, mintha ezek lennének az első dripleafek, amiket találtam a játékban? És akkor most már tudom, hogy szirktáccsal kell őket... Mi? Komolyan mondom, hát fene, ezekben az újdonságokban soha nem tudom őket elsőre eltalálni. Tehát tegyünk úgy, mintha ezek lennének az első picike dripleafek, lapulevelek ebben a világban. Ígyni, megszereztem őket, végre, itt is van egy szuper. Végre, látod Minecraft? Nem tudsz velem kiszúrni, megszereztem magamnak, hogyha te fél év alatt nem voltál nekem képes adni egyetlen egyet sem. Úgy fogok rájuk vigyázni, mint a szemem fényére, és nem veheted el tőlem őket, Minecraft. Most már az enyémek? Yes. Viszont remélem, hogy tudjátok, hogy ez mit jelent még. Ez azt jelenti, hogy hamarosan nekiállhatunk az Axolotl farmunknak, vagy hát nem is farmunknak, de úgy farmunknak, hogy ilyen lakhelyünknek, ugyanis... Úgy ment. Ugyanis azt a projektet csak is a lapulevél tartotta vissza. Wow. Na jó, nem gondoltam volna, hogy valaha ezt fogom mondani, de most egy jelentéktelen pixelhalmaznak érzem magam a Minecraftban. Wow. Üdv a játékban, azt hiszem. Ez itt a jövő. Oké, tudom, hogy szinte mindenre azt mondom, hogy wow, és egyszerűen rácsodálkozok mindenre, amit itt találhatok, de egyszerűen nem mondhatjátok azt, hogy nem ezt a reakciót váltja ki az emberből. Szerintem nem is kell túlságosan messze menőleg magyarázkodnom, hogy mégis miért imádom ezt az új barlangot ennyire, viszont a legnagyobb kedvencemet a pici lapú levél mellett még nem mutattam meg, és hát szerintem talán már feltűhetett nektek, hogy valami más ennek a barlangnak az atmoszférájában, mint a többi Minecraftos éghajlatban.
Egy picit hagyjuk figyelmen kívül, hogy hatalmas, menő és nagyon-nagyon epic. Észrevehetitek, hogy a levegőben szállnak ilyen zöld spúrák, olyanok, mint amik a Nether éghajlatokban találhatók meg. Nos, ez nem másnak köszönhető, mint mindjárt meg is keresem. Igen, eléggé el vannak dugva, viszont annak a nagy rózsaszínes lila levél dolognak, virágnak, ami ott van fent, meg hát így kb. Mindenhol az egész barlangban. Mint látjátok, egy picit azért nehéz hozzáférni, mert fent vannak a plafonon, de én itt találtam egyet, amit talán elérek így innen is. Nagyon szuper, így kijövök ide, és hát nem is tudom, hogy talán szilktáccsal lehet kiszedni? Így van, ezt szilktáccsal ki lehet szedni, az is lehet, hogy anélkül, mindjárt teszünk egy próbát. Oké, most egy kicsikét szétszedem a barlangot, bocsánat mindenkitől, akinek bántja ez a szép érzékét, de jelenleg tesztelni vagyok itt ebben a világban, és muszáj megnéznem, hogy ezek mégis hogyan szedhető ki, hogy ti is információhoz jussatok, tehát nézzük csak sima, mondjuk kézzel kiszedhető-e. Igen, kézzel is megkaptam, tehát nem szükséges hozzá a szilktács, ettől függetlenül soha nem rossz, hogyha van nálatok. Na jó, egy utolsó repülés itt a rengeteg vízesés, meg mindenféle medence között, egyszerűen nagyon-nagyon tetszenek, tehát a hatalmas nagy vízesések, meg minden nagyon-nagyon jól meg lett csinálva, egyszerűen imádom. Egy utolsó repülés, aztán indulok haza, ugyanis jön a kedvenc részem az összes túlélőben, az összes videómban, az építés. Psst! Ja, és ne felejtjétek el, hogyha látni akarjátok, hogy mi van a bázisom alatt, akkor maradjatok itt, hiszen az építés után lemegyünk és megnézzük, hogy mi található nulla koordináta alatt. Na jöjjön a blokkpakolgatás! Hát hello! Elkészültem! Így fest a bővítés, valamint az épületek is egyben természetesen. Az első fázis már majdnem kész van, még a fát kell megcsinálni, valamint ezeket a kicsi üres részeket szeretném valamivel kitölteni. Valószínűleg még virágágyások lesznek itt, meg elképzelhetően padok, de akkor utána nekiálltunk majd a második fázisnak, ami nem lesz más, mint a mögötte lévő épület sor. Az egyik kedvenc dolgom az ilyen megaprojektekben az nem más, mint shaderrel ránézni erre az egészre és megnézni a fényeket, és egyszerűen látom azt, hogy a vízió, amit eredetileg elképzeltem, az szépen lassan, de biztosan megérkezik ide a Minecraftba, és bizony megjelennek az ötleteim, a kitalált építményeim, és a végén egy kész egész lesz. Egyébként srácok, hogy tetszik nektek ez az építmény? Ne felejtjétek el, hogy még nem vagyunk készen! Viszont akkor most jöhet a beígért felfedezés a bázisunk alatt, menjünk is le. Egyébként eredetileg az építés után itt köszöntem be, és hát észre vettem, hogy eltűnt a kardom. Egy csomó ideig kerestem, és most látom, hogy valószínűleg rádobtam a korlátra, és nyilvánvalóan belement a töltsérbe, teljesen megfeledkeztem arra, hogy ezeknek a cuccoknak van funkciója. Akkor most már éppen ideje lemenni, de csak azután, hogy tettem le egy spawn pointot, hogyha esetleg véletlenül meghalunk. Jaj, te jó ég, de kaotikus ez az egész. Na meg kell találnom azt a barlangot, ami levezet a mélybe, ugyanis itt van egy. Hol is lehet?
Hát nehezen, de megtaláltam. Az a lényeg, hogy megvan. Hát nagyon nehezen, de sikerült lejönnöm nagyjából nulla koordinátára, ahol ugye tele van minden természetesen mobokkal. Nagyon-nagyon sok spawnol. Belenelőtt az arcomba, ez az. Á, ne! Mérgezés! No! Oh, hello! Itt egy zombi falusi. Ővele most nem bajlódok, hogy felvigyem a felszínre. Annyira nem fontos. Aminek viszont nagyon-nagyon örülök, az nem más, mint a tufa. Abban nagyon sokat látok. Ez tök szuper. Oké, akkor most le kellene ásnunk, hát nulla alá, hiszen ez itt a nulladik koordináta. Nézzük meg, hogy mit tartogat nekünk a felszín alatt a játék, konkrétan a bázisunk alatt. Tudom, sokan nem szeretitek, hogyha az ember így ás le, viszont így teljesen biztonságos, hogy nem egy blokkon álltok, nem tudtok beleesni semmilyen lávába. Sokat hallok, és bizony igen, ez úgy néz ki, hogy ez nem más, mint egy spawner a nullás koordináta alatt. Oké, tehát akkor a nulla koordináta alatt lehetnek spawnerek. Szuper, ennek nagyon-nagyon örülök. Oké, tehát akkor itt van egy szűk barlang, rengeteg tufa, látok itt egy csomó-csomó gyémántot is, és cseppkő barlang. Na hát, nem kell cseppkő farmot csinálnom, ez az... Úgyse szeretem az automata farmokat, viszont ezt azért kiszedem. Ez egy nagyon szűk, régen lévő barlang, eléggé érdekes így az alakja. Nagyon-nagyon reménykedtem, persze nem akarok telhetetlennek tűnni, de reménykedtem, hogy lesz itt egy lush cave mondjuk alattunk, ahol nem is tudom, tudunk small drip leafeket farmolgatni, de nem baj, erre sem panaszkodom, ez is fantasztikusan néz ki, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt van a... Hogy itt van a bázis alatt. Még jó, hogy kifáklyáztam az utamat ide le. Na most akkor gyorsan össze kellene szednem minden cuccomat. Oh no. Ez az! Dögölj! Dögölj! Dögölj, bögölj! Ne, ez nem jó, nem, neked ott kellett volna maradnod, nope. Még jó, hogy van rajtuk enchant, így legalább megtalálom őket a sötétben. Aki ezt egyszerűen imádom, ez is nagyon-nagyon jól néz ki. Ez a rengeteg, de rengeteg ilyen láva esés tulajdonképpen. Itt is van belőle egy hatalmas, és természetesen gyémánt is. Hát erre nagyon hasznosak lesznek ezek a nagy barlangok, hogyha az ember lemer merészkedni. Ugye, mint láttátok, eléggé veszélyes tud lenni, még full netherite szedben is, de hát én úgy gondolom, hogy megéri. Azt hiszem, egy valamit egészen biztosra állíthatok. Nem nagyon lesznek láskívek, ugye a nullás koordináta alatt azokon a csánkokon, amiket már egyszer betöltöttetek. Ugyanis nem tudja a megfelelő fát legenerálni a világ a felszín fölé, hiszen még egyszer már betöltöttétek a csánkot, és kell, hogy legyen egy fa a láskívek fölött, hogy meg tudjátok őket találni. Igazából így csinálja meg őket a játék, szóval azt ne nagyon keressetek. Nekem ez a tapasztalatom most jár. Kártam egy jó ideig, de úgy gondolom, hogy nem igazán lesznek. Találtam egyet, de az is csak a plafonon jelent meg, szóval picit furcsa volt. Viszont srácok, illetve lányok, kicsik és nagyok, szeretnék tőletek elköszönni a mai napra. És igen, jól látjátok, megérkezett az idei karácsonyi téli skinem. Nem saját design egyébként, a neten találtam és azt próbáltam így rekreálni a saját kis papagájomra. Nekem nagyon-nagyon tetszik, ti mit szóltok hozzá? Valamint hogy tetszik a mögöttem lévő építmény, mindenképpen írjátok le kommentben. És dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Hamarosan újra találkozunk, kellem hétvégét, és csodás felfedezéseket kívánok nektek az 1.18-as update-ben. Na hello, sziasztok, pápá!